Fellobbant az első gyertyalángja a székesfehérvári Vörösmarty Színházban is, amelyet idén a város vezetői és a történelmi egyházak képviselői közösen gyújtottak meg, majd a hagyományokhoz hűen immár 11. alkalommal vállalkoztak arra, hogy egymást követve a színpadon megidézzék a négy evangélium történeteit az Új Szövetség maraton keretében. A kezdeményezést Szikora János, a Vörösmarty Színház igazgatója álmodta meg és hívta életre, akinek meggyőződése, hogy egy nagyon fontos kérdést senki sem tanít meg nekünk, hogy hogyan kell élni, és erre jobb választ nem kaphatunk, mint az evangéliumokból Jézus élete tanításai alapján. Tulajdonképpen az advent első vasárnapja is annak a periódusnak az első állomása, amikor az emberek, a hívő emberek ünnepbe öltöztetik a lelküket. Jézus megérkezése egyben beteljesedés is, és erre hangolódva bizonyságot nyer, hogy szükségünk van a tanításra, a hitre a hétköznapjainkon és az ünnepeinken egyaránt. Előbb van a szó, a gondolat, az isteni, és utána van a test. Abból következik a test. Abból következik az anyag. Ez az út, ahogyan az ige testé lesz, az minket megerősít az ember voltunkban. A katolikus egyház számára is megerősítést jelent, hogy esztendőről esztendőre egyre többen élnek a lehetőséggel és tesznek hitet az Új Szövetségben megfogalmazott gondolatok mellett. Adventi szent időben minnyájunk számára örömhír, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy egy szülött fiát adta oda érte. Hallani kell az Isten szavát, hallani kell az Isten igéjét, különösen ebben a zajos, rohanó háborúkkal tele világban. A Szentírás az Istennel való találkozásra készít fel minket. Hallgathatjuk azt a nagyon szép történetet, amivel az Isten fia eljött, először több mint 2000 évvel ezelőtt közénk. Péter apostol az első levét azzal kezdi, hogy emlékeztetéssel ébrezgetlek benneteket. Nagyon örültem, mikor ezt a szakaszt olvashattam a Bibliában, hiszen advent első vasárnapja is van egyben, és ez az ünnepkör, advent és karácsony, a legfontosabb üzenete, vagy egyik legfontosabb, hogy fölébresszen bennünket. A felolvasások között a Vox Mirabilis kamarakórus muzsikája tette még inkább meghittebbé és különlegesebbé az eseményt. Az egyedülálló programra évről évre egyre többen jelentkeztek, így hangolódva a kereszténység szent ünnepére, mert ezen a napon a közösség színházában a színpad nem csak a színészeké, hanem mindenkié, a szóé, a gondolaté, a szellemé, és mindazoké, akik ezt megszólaltatják.